Sok szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Nos, hát október 23-a kapcsán ültünk össze itt a Parasz Stúdió újabb helyszínén, és úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne átbeszélni nem csak magát, ugye 1956 problematikáját, hanem azt is, hogy vajon mi lehetett az oka annak, hogy a budapesti megemlékezéseken viszonylag nagy létszámmal volt minden egyes helyszínen jelen a publikum. Ha rosszat mondtam, akkor majd megcáfolnak a kedves vendégeink. Én azt gondolom, hogy talán az a legegyszerűbb, hogyha sorba elkezditek a véleményeteket mondani, és nem én adok hangot senkinek, tehát akkor megkérem Tóth Imrét, hogy légy kedves először elmondani, hogy te mit láttál Budapesten, hogy mennyire voltak látogatottak ezek a rendezvények, ezek a megemlékezések. Én nem voltam ott egyiken se. Most fordult elő életembe, hogy nem a Corvin közbe kezdtem, nem mentem ki. A lezárások miatt nem indultam el. Fölmentem a Mansfeld Petihez, ott elmondtam egy imát a Petiért. Aztán gyakorlatilag így kvázi vége lett. Én alapvetően a televíziókból és a lapokból értesültem, hogy mi történt. Békemeneti életemben nem voltam. Én nem vagyok egy Fidesz párti figura, úgyhogy ezzel nem voltam ott. Esetleg Zoltán? Én sem voltam most fönt Budapesten. De érdekesnek tartom azt, hogy megkérdeztek embereket, hogy miért vannak itt, és mondták, hogy nem tudják, őket ide küldték. Bocsáss meg, még egyszer ezt mondom. Megkérdeztek embereket, hogy tudják, hogy miért vannak ott, mi célból vannak ott, és az emberek azt mondták, hogy több ember is, hogy ők nem tudják, hogy miért vannak ott, őket odavitték. Bocsáss meg, kérdezek, tehát itt arról van szó, hogy 56 kapcsán egy olyan tudatlanság van az emberek fejében, hogy fogalmuk sincs róla, vagy arról van szó, hogy valamelyik politikai tábor... Én azt látom, hogy itt nem 56-ról szólt az egész történet, teljesen másról szólt. 56-ról senki nem beszélt, pedig ez ugye 56-os megemlékezés, meg október 23-a, most ugye ezt kellett volna. Hozzászoktunk a kommunizmusba, akkor sem beszéltek róla. Hát igen, akkor sem, de hát most azért kellene róla beszélni. Én teljesen csodálkozom azon az egészen, hogy most mi történik itt. De hihetetlen. Kedves János, te részt vettél valamelyik rendezvényen Budapesten? Igen, részt vettem. Voltam a Petőfi szobornál. De én előttem még azért bekapcsolódtam a Boráros téli menetben, mert én előbb érkeztem, de utána elmentem a Petőfi szoborhoz, ott gondoltam velük tovább, és utána a Szabadság téren. Megszabad tőled azt kérdezni, hogy ez melyik rendezvény volt, mert az én tudomásom szerint ugye a két nagy szekér tábor rendezvénye egyik se érintette se a Petőfi szobrot, se a Boráros teret, sőt. Ez a, ha jól tudom, én úgy emlékszem, és úgy kaptam a meghívót is, hogy a NEM, Nemzet Egyesítő Mozgalom, akkor a Magyarok Világszövetsége, és a, hát a Rendszerváltó Fórum, és akkor hát de még ide csatlakozott a Mi Hazánk Mozgalom is a Magyarok Világszövetségével együtt a Szabadság tére. Igen, de igen. Együtt nem vonultak. Igen. És mit láttál, hogy mekkora volt a tömeg? Hát a békemenetnél elég sokan voltak. Azt mondják, hogy 500 ezer, amit én kérlek, mert 500 ezer ember azért nem lehetett, mert azért ott nem fért volna elegét Budapesten. Azon a rész, hogy ők mondják 500 ezer ember, de van 100 ezer gondolatok, aminek viszont, ha valóban hinni lehet, a Facebookon is mutatott autóknak, hogy nem magyar rendszámú buszokkal hozták a embereket, elég sok külföldi volt, most egy turisták voltak, vagy pedig direkt ide hozták őket a békemenetre, ezt nem tudom. De hogy aztán a baloldalnak, a baloldal ellenzéknek a Gyurcsányi
a DK-nak a felvonulásán mennyien voltak, azt nem tudom. Azt úgy hírből hallottam, volt, aki nekem azt mondta ma reggel, hogy hát ő volt a Hősök terénél, és kb. Lehettek a 5000, de aztán a többen nem. De a Szabadság szobornál, a Szabadság téren és a Petőfi szobornál, hát kevesebben voltak, mint vártam, de ahhoz képest, hogy sajnos ütköztek az időpontok, ugye, mert a miniszterelnök úr is akkor beszélt, amikor a Szabadság téren is volt beszélt, ezért nem tudott több ember eljutni hozzánk is, vagy pedig hát valami oknál fogva lemaradt. Tehát nyugodt szívvel elmondhatjuk azt, hogy mert én is csak hírből hallottam, hogy ennek a koalíciónak, ugye ennek a balliberális koalíciónak milyen látogatottsága volt. Állítólag a két föld alatti lejáró, az Andrássy úton, ott a Hősök terénél két föld alatti lejáró között volt a színpad, és onnan az első utcáig, ti pestiek vagytok, tudjátok, mi az első utca? Zsiványok vagyunk, Gabikám. Igen, pesti zsiványok. Az első utca, mi az első utca? Befele. A város felé. Bajza. Bajza. Na, szóval a Bajza utcáig tartott, tehát én magam is úgy gondolom, hogy ilyen 5-6-7 ezer ember lehetett ott. Az újságok ezret írnak, 1000 és 2000, de visszatérve a Jánosnak a gondolatára, a közlekedés tervezésben van egy metodika, hogy satszoljuk meg a tömeget, nem megyek bele a részletekbe, de most úgy fejből kiszámoltam. A békemenet állítólag 3 kilométeres hosszúságban zajlott. Ez azt jelenti, hogy a közel 300 ezer ember lehetett ott. Igen. A rendőrség is így számolt annak idén a Kossuth téren is. Világos. És a balliberálisoknál akkor a Hősök terétől a Bajza utcáig? A magyar nemzet 1000 és 2000 resatszolta azt a söpredék tömeget. Lehet, hogy annál kicsit többen voltak, de mondom, 5-6 ezernél. Aláírtak több mint 400 ezeren, alapvetően budapestiek, amikor ment ez a cirkusz. Hát hol voltak? Voltak ezek a... Nézd, az, hogy valaki emberek aláír valamit, az nem jelenti azt, hogy el is kell neki menni egy ilyen típusú rendezvényre. Lehet, hogy éppen arról van szó, hogy ez a 400 ezer ember, aki Budapesten aláírt, ennek a zöme úgy gondolja, hogy 1956 az nem volt forradalom. Egyébként kicsit furcsa, amit fogok mondani. Én magam is úgy gondolom, hogy ha a Horthy Miklós rendszere ellenforradalom volt, akkor lehet, hogy inkább volt ellenforradalom, de hangsúlyozom, én ezt a forradalom szótól mindig tartózkodni szoktam, én szerintem szabadságharc volt, hiszen kifejezetten az idegenek ellen harcoltunk, és amikor szabadságharcról beszél az ember, akkor vagy belső, vagy külső elnyomók ellen kell harcolni. Most 56-ban egyértelműen a belső és külső elnyomók ellen folyt a harc, ez pedig azt jelenti, hogy szabadságharc. Igen, volt, én a forradalmat elfelejteném. Mert a forradalomban lebontják a dolgokat, tönkretesznek mindent. Így van, és ugye ismerjük, hogy a forradalmat szinte mindig a szabadkőművesek csinálják. Üdvözlöm a kedves szabadkőműves nézőket, hogy egy kicsit humorizáljunk is. No, hát 56 kapcsán én magam is mondtam a Szabadság téren egy beszédet, és abban elhangzott az a egyszerű mondat, hogy 65 évvel ezelőtt a gerőbeszéd volt az, ami tulajdonképpen olaj volt a tűzre, tehát ami elindította magát ezt a 56-os szabadságharcot. 15 évvel ezelőtt pedig a Gyurcsány beszéd volt az, ami egy, hát nyugodt szíven mondhatjuk azt, hogy egyfajta közjogi szabadságharcot indított el, hiszen 15 évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon, a Kossuth térre egy alkotmányhelyreállító nemzetgyűlést hirdettünk meg, és milyen érdekes, hogy erről, hogy 15 évvel ezelőtt egy alkotmányhelyreállító nemzetgyűlés lett meghirdetve a Kossuth térre, erről szinte senki nem akar beszélni. Egyszerűen ezt a dolgot annyira betolták a feledés homályába, hogy az valami hihetetlen. Félreértés ne essék, ugye éppen János elmondta, hogy ő is látta ezt az áldozatokról készült 2006-os filmet.
Hát ott is az áldozatok ügyét félreértés ne essék. Minden egyes embert rettenetesen sajnálunk. Én magam is egyébként komolyan megsérültem. Nekem meggyőződésem, hogy a refluxom amiatt alakult ki, hogy igen nagy mennyiségű könyvgázt, ilyen paprika sprét, vagy nem tudom pontosan, hogy akkor éppen mivel nyomtak mindent kaptam. De az, hogy erről megfeledkeznek, és erről senki nem akar beszélni, mindig csak azokat a dolgokat kezdik el feszegetni, ugye a lovasroham, meg egyáltalán azokat a túlkapásokat, amik egyébként valóban drámaiak, tehát nem csökkenteni akarom én ennek a drámaiságnak az értékét, csak felhívom a figyelmeteket arra, hogy erre mind nem került volna szerintem sor akkor, hogy a Kossuth tér nem nemzetgyűlést hirdet meg. Erről nektek mi a véleményetek? Talán Imre? Ebbe igazad van, ezt teljes mértékben elhallgatták, ha visszatekerem a régi filmtekercseket, akkor a Hír TV se szólt róla, pedig aztán ő sokat közvetített, a Hír TV sem beszélt erről, és a fő riportere, a Császár Attila sem. De visszatérve a filmre, én nem néztem meg akartam nézni, de a Mi Hazánk mozgalom mindig küldi nekem a hírleveleket, tudom, hogy te annyira nem szereted őket. Nem, fordítva, én nagyon is szeretem őket, csak sajnálom őket, mert ismét belelépnek abba a pártoskodás rendszerébe, ami nem vezet sehova. Bocsánat, hogy... Oké. Okay. Kérlek szépen, és akkor kaptam egy videót, mindig kapom a videókat, ahol a film bemutatása után, ahol elfelejtettem elmenni veletek, Gondalacival, Göbri Gyurival, meg a többi harcostársammal. Kérlek szépen, ebben benne van az, hogy a Laci, a Toroszkai Laci nyilatkozik közvetlen a film megtekintése után, ahol a filmben ez a Fidesz Bérenc, Kálomista Gábor, akinél több filmet nem csinált senki, ha összevetjük a többi filmrendezőt, minden filmet ő kapott meg. Ebben az van, hogy minket, Kossuth térieket, jól tetszik hallani, Laci, ne vágj ki. Idézem a Lacit, minket, Kossuth térieket egy tucatnyi fasznak neveztek. Úgyhogy egyszerűen fölháborító. Az is fölháborító, hogy minket, Kossuth térieket senki nem vállalt föl, egy párt se, viszont nekünk köszönhette a Fidesz a 2010-es választás nagy részét. Mert az a program, ami a Kossuth téren elhangzott, azt ő gyönyörű szépen leporolta, és a választási dolgaiba beépítette. Legfeljebb annyi a probléma, hogy lehet, hogy beépítette a programba, de hogy abból igen keveset valósított meg, az meg... Az más kérdés. Másik kérdés, igen. Nos, ha már beszéltünk erről a dologról, mit szóltok ti ahhoz, hogy ugye 65 évvel ezelőtt viszonylag egyszerűen hozzá lehetett jutni a fegyverekhez, ugye 56 ősze azért alakult ki olyan gyorsan fegyveres ellenállásá és fegyveres szabadságharcá, mert nem csak a lámpagyárban, hanem szinte mindenütt hozzájutottak az emberek a fegyverekhez, sőt, hát ugye én tudomásom van arról, hogy például a megalakuló nemzetgyűlés akkor hivatalosan kapott fegyvereket a rendőrségtől. Viszont a másik oldala ennek a dolognak, hogy 2006-ban erről viszonylag kevesen tudnak, hogy 36 betározott gépkarabé ott volt a Nádor utcában. Úgy van, és Zoltán utca és a Nádor utca sarkán voltak őrizetlenül hagyott gépjárművek. Erről is nagyon-nagyon szőrmentén lehet hallani, azt hiszem talán 2-3 olyan ember van ma Magyarországon, aki ezt úgy felszokta említeni, hogy miért nem én utána, akkor még nem tudtam természetesen, hogy mi a helyzet, de valahogy rendszeresen elmondtam az embereknek, hogy 1956. október 25-én ugye a környező épületekről a fegyvertelen tömeget lőtték apró Antal vezetésére. Ő adta ki a parancsot. Így van.
és hogy ez bármikor előfordulhat. Én 2006-ban nagyon is éreztem azt, hogy ez bármikor előfordulhat, és így utólag, hogy én megtudtam, hogy ezek a éleslőszerrel betározott gépkarabélyok ott voltak, így utólag ti mit gondoltak erről, hogy nem valami magyarországi majdant szerettek volna kialakítani, vagy egy újabb 56-ot, vagy hogy érzékelitek, hogy mi az? Nagyon egyszerű. A Gyurcsány mindenképpen rendőr koporsót vagy koporsókat akart látni, hiszen ott voltak az őszi önkormányzati választások, és amennyiben ilyen megtörtént volna, akkor egy rendkívül lüli állapotot kihirdett, nincsenek választások, és továbbra is hatalmon maradtak volna, de megtörtént volna a rendszerváltás, erről is beszéltem a múltkor az egyik videóban, ha a Fidesz fölvállalt volna bennünket Kossuth térig, és az Orbán Viktor és a csapata odajön, ahogyan nem jött oda. Mert akkor megmozdult volna az ország, hiszen forrongtak Szekszárdon, Sopronba, Göbli Gyuri vezetésével, Debrecen, Szeged, minden város. A legkeményebb az a Szekszár volt. Én nem voltam lent Szekszáron abban az időben, minden este kijártam a Kossuth térre, meg amikor tudtam, de ott volt a legkeményebb Szekszárdon. Mi Pécsen is, Debrecenben is voltunk. Azt kell mondjam, hogy mind a két helyen komoly volt a tömeg. Zoltán, te mit gondolsz? Azt gondolom róla, hogy nagyon sok halott lett volna, és talán a sors nem engedte azt, hogy ez megtörténjen, és ezeket a fegyvereket megtalálták, és aztán el is vitték be, szolgáltatták ugye a rendőrségnek, de ha ez olyan kezekbe kerül, akkor nagyon-nagyon nagy baj lett volna. De nagyon nagy baj lett volna, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó Isten nem engedte, hogy ez bekövetkezzen. Ez kérlek szépen rendőrségi furgonokon volt ott őrizetlenül, nyílt platók voltak, csurik lőszerrel, és ugye a 2010-es parlamenti vizsgáló meghallgatáson, mondja el, nem tudom a nevét, a Rebiszes. Ezredes, amikor kiment és meglátta ezeket az őrizetlen fegyvereket, azt mondja, megdöbbent, és el sem tudta volna képzelni, hogy mi történik akkor, ha ezek a felkelők kezébe jutnak. Hát akkor tragédia lett volna. De hát ebben biztos, hogy van valamilyen szintű szándékosság. Ebben annyira szándékosság, mert oda voltak készítve a kövek, a Deák téren a tank, minden. Igen, hát itt a sors az. Véletlenül jöttek benzines palackokkal oda a tévészékházhoz emberek. De hát azok úgy jöttek, az egyik barátom, a Szlávik Zoli ott volt az első sorba, kérlek szépen. És azt mondta, hogy jöttek ócska barkaszokkal, meg hasonló, kiadogatták a benzines palackokat, a molotov koks, el is tűntek abban a pillanatban. János, te Svédországban voltál akkor, ugye? Igen, csak a svéd televízió híradásaimból tudtam, mert maga telefonálgattam a nővéremnek, és azok mesélték el, meg a baráti körben, ami folyik itt Budapesten. És mit gondoltál te akkor erről az egészről? Mert ugye ilyen nagy távolságból külföldről az ember néz tévé felvételeket, hát akkor nem biztos, hogy azt érzi, amit mi éreztünk ott a Kossuth téren. Először teljesen nem tudtam hova tenni őszintén a dolgot, mert nem voltam képben. Én őszinte vagyok, mert ugye van egy jogállam, megvállom, van ilyen mondva csinált jogállam, de mindegy. Hát de jó, de ha már tüntetnek ellene, akkor valami csak történt. Én akkor hallottam ezt a beszédő témát, hogy valamit a Gyurcsány elmondott, amit nem szabadott volna, rosszú feje, és akkor ezekből jött elő az indulat. Én viszont utána azt kezdtem, amikor már lecsendesedett minden, és végig gondoltam az egészet. Én nagyon nagy párhuzamot láttam az 56 és a 2006-os október 23. események között, hogy valahogy ugyanez a megrendezettség is volt benne. Mert ezeket nem hiszem, jó, van egy spontán, mint amit ti csináltatok, hogy hát igen, előtte, ugye? De amikor a Fidesz tüntetés, az már ugye, egy párt meghatároz egy tüntetést,
és ezt így szétverni, az viszont valahogy nem stimmel volna. Ott egy valami olyan dolognak kellett tenni, amitől a belső hatalom, és mind a két hatalom félt. Ugyanúgy félt a Fidesz is, és ugyanúgy félt a Gyurcsány Társaság is. Na, én arra gondoltam erre, hogy azért, mert lett egy nemzetgyűlés, egy igazi nemzeti oldal, amit viszont a Fidesz se kívánt, őszintén. Nem pedig a Fidesz folyamatosan nemzeti kormányozza saját magát, igen, tehát de, azt állítják maguk, ők a nemzeti kormány. De viszont a tett, más, amit mond az ember, amit hirdetek, és más a tetteim, hogy amikor rá van szorulva az ember, segítségre van. Mert ha tényleg mellettetek állt volna ki, akkor igenis lehetett volna egy normális, új társadalmi rendet felépíteni, megszabadulni a Gyurcsány, meg lehet volna a lehetőség megszabadulni ettől a baloldaltól. Így van? Na de viszont nem akart, és én szerintem azért is, hogy amikor a Fidesz hatalmon volt, azért a filmben is, ahogy megnéztem a filmet, elkezdtem gondolkodni, igen, de egy kormány hatalmon van, akkor hogy a ügyvéd, mert azt mondja, hogy független a jogászrendszer, és azért nem tudták megbüntetni a bűnösöket. Hát ha én vagyok a hatalmon, olyan összefonódások vannak, hogy nem akkor lehet. Akkor én ugye a Gyurcsányt mindjárt letartóztattam volna, letartóztattam volna az összes parancsnokot, és akkor kielosztották volna egymás között, hogy valóban kik azok, akik ezt elkövették a nép ellen. Ez de ilyen soha nem lesz, elszámoltatás soha nem lesz. De mivel a Fidesz is ugye, ott voltak a nekik a régi harcosatársaik, ugye a nagyszülőknek, a szülőknek, ezért kézkedett most alapon szépen próbálták eltussolni, és hát innen ámmal hát csináltak egy pert. Azért sem lesz elszámoltatás, ugye, mert az Orbán elmondta most a beszédébe, hogy nem felejtünk soha. Tehát ők teljes mértékben lemondtak erről, és nekem szent meggyőződésem, hogy az amerikai szabad kőművesség maximálisan védi a Gyurcsány Ferkót és bandáját. Könnyen lehetséges, hogy ő maga is egy magasrangú szabad kőműves. Ha hogy? Hát mindenkit beszerveztek. Persze, akit csak lehetett. Mindenkit hát beszerveztek. Nem véletlen az, hogy például a nyugati újságok teljesen meg vannak örülve a Martin Zaj győzelmétől. És egy új konzervatív, akit az Orbánnak nehéz lesz félretennie, mert nem lehet kikezdeni. És ezért bíz a nyugat, például minden új nyugati újság, Svédországtól a még a Dagens Nyheter is, ami például hát egy egész ellentétes lap, mint a Fidesznek a politikája. Hát még az is azt mondja, hogy a Márki Zajnak a győzelme hozza az új Magyarországon. A svéddán újságban ők is tele vannak ebben a cikkekkel. Hát ugye, ne ígyunk a medve a bőrére, mert nem tudni, hogy ki fog itt győzni. Állítólag, hogy hát ők olyan... Ugye most átmentünk a Márki Zajra, most az elszámoltatásról beszéltünk az első körben. Igen, hát Márki Zajon folyamatosan azt hirdeti, hogy ő el akar mindenki számoltatás. Én azt nem értem, hogy... Tételezzük fel, hogy Márki Zaj ez a konglomerátum megnyeri, és meg fogja választani az országgyűlés? Ott nem. A kérdőjel még utána is, ha meg is választja, mert ugye valahova csapódnia kell Márki Zajnak, mert egyedül nem fog tudni, hogy az országgyűlés fogja majd eldönteni, hogy ő miniszterelnök lesz, vagy nem. De az biztos, ha miniszterelnök lesz, az elszámoltatás nagy valószínűséggel akkor sem fog működni. Olyan hatalmas nagy hátsó dolgok vannak, most itt nem mondjuk, hogy kik, tudjuk mindenki, hogy kiről van szó. Tehát olyan erők vannak, és olyan erők mozdulnak meg azonnal a pillanatok alatt, hogy nem, nagy valószínűséggel nem lesz, ne legyen így, de nem lesz elszámoltatás sem most, sem máskor a mi életünkben. Tehát beszéltünk róla, meg nagyon jó ez, hogy elmondjuk, hogy fú, meg mi volt, hogy volt, meg a történelem. De az a baj, hogy azt, amit elloptak, azt már vissza sajnos nem tudjuk venni. Hát, több okból is. Neked ez a véleményem? Hát, a véleményem sajnos... A véleményem ellenkező véleményem vagyok hát én. Hát az, hogy az ember mit akar, és mik a tények,
Az, Gabi, nagyon, nagyon fontos. 1950, kérdezek tőled, igen. Zoli, valami. 1956. október 22-én gondolta valaki azt, hogy szovjet hadsereg magyarországi egységeit ki fogják vonni Magyarországról? Mert kivonták. Az más kérdés, hogy ennek az volt az oka, hogy a Tanga megsült bajtársaik, ugye, harcostársaik látványától annyira rosszul lettek a szovjet katonák, hogy közölték a parancsokkal egyértelműen, hogy őket inkább lőjék agyon, de ők nem mennek be a városba még egyszer tankkal. És ezért ezeket az egységeket ezért kellett kivonni. És ezért hoztak újakat, akik keresték ugye aztán, hogy hol van a Suez, hol igen, van a Suez. Igen, akik már ott álltak. Ott az egy másik kérdés, hogy persze, hogy ott, hogy jó, álltak volna ott, hát nem Magyarország volt akkor a cél, azok el akartak a óceánban. Hát az a kérdés, hogy ugye akkor még az emberek nem tudták, hogy mi fog történni, igen. Mint ahogy a tatám mondta, hogy fiam, sose tudott, hogy holnap mire kezd. És ebben igen. Teljesen igaza van, ebben igazad van, viszont hogy nem véletlenül nem lett sem Gyurcsány elszámoltatva, sem ja, a mostani rendszer. Na, ebben most, látod egyetértünk. Ugye ezt nagyon jól tudjuk azt, hogy itt olyan összefonódások vannak, hogy ez óriási mennyiségű pénzről, és nem utolsó sorban hatalomról van szó, amit nem fognak engedni. Tehát még akkor sem, hogyha esetleg a választásokat elvesztik. Tehát itt az állam az államban című történet van, amit itt nem ezer milliárdok, a billiómok ról beszélünk itt a konkrét gazdaságérdekek is, és politikai érdekek is, amik külföldre nyúlnak, ugye? Most tudjuk mert nagyon jól. Mert a pénz hatalom, a hatalom igen. Pénz. Igen. Így van. Egyértelmű. Tehát nincs meg az a nemzetnek a védelme, tehát a nemzetbiztonság, én azt gondolom, arra való, hogy pont ezeket a dolgokat megakadályozza, de nem akadályozta meg sem akkor, sem most nem akadályoz meg semmit. Tulajdonképpen ezek be vannak építve ebbe az egész történetbe, és nem nagyon lehet belük mit kezdeni, még akkor sem, hogyha esetlegesen most ez a kormány ez elveszíti a választásokat 22-ben. Nézzétek, az egyértelmű, hogy a titkos szolgálatok Magyarországon az államot védik, azt az államot, amelynek a legitimitása az nagyon kérdőjeles jogi szempontból, viszont de facto minden hatalmi eszköz a kezébe van. Így van. És legfeljebb ezt az államot nem biztos, hogy azok irányítják, akiket mi látunk, tehát akik... De ez például lehetne a név javára is szolgálni, tehát szolgálhatnának a név javára is. Tudsz erre példát mondani? Hogy... Pontosan, hogy nem, pont ezért nem mondom azt, hogy... Hogy a szakszolgálatok, a szakszolgálatoknak a vezetőinek pontosan hithű hazafiaknak kellene lenni, nemzetinek, akik esetleg nem engednék meg azt, amik történik, most nem menjünk bele, tudja mindenki, miről beszélünk, esetleg azt mondaná, hogy Ácsi, nem. Itt természetesen az, hogy ki van kormányon, ki a miniszterelnök, rendben van, nép megválasztotta, de az, hogy a nemzetnek a védelme, tehát azt arra nagyon vigyázni, hogy a nemzetnek az érdekeit azt mindenféleképpen előtérbe helyezzük, nem is értem, hogy most mi történik. De meg kell nézni, ki a magyar honvédelmi miniszter. Jó, hát na, tudjuk szóval azt, hogy némelyik katona se volt, és hát ő parancsolója embereknek, nem akik levégezték azokat az iskolákat, amiket... Nevéből kiderül az, hogy semmi köze nincs a magyarsághoz. Ha most egy ilyen ember kap persze, rangot és hatalmat. Persze, én nem vádolom senkit, csak csodálkozom azon, hogy ilyen dolgok itt Magyarországon bekövetkezhettek és következhetnek. Utoljára a nép mellett a Horthy rendszerben voltak, szögezzük le. Hát, jól mondom, Babikám? Egyetértünk ugyanebbe, de hát azért 1956-ban annak ellenére, hogy ugye tudjuk Nagy Imréről, hogy egy kommunista volt, ő azért csak a népi nyomásnak engedett azért ezt. Ne felejtsük elő, kimondta Magyarország semlegességét, kilépett a Varsói szerződésből, sőt, amikor a szovjet csapatok ugye bevonultak Budapestre, akkor naívan persze
de ugye ő a jugoszláv követségre menekült. Mennyivel reálisabb volt Mindszenty József, aki az amerikai nagykövetségre menekült. Szóval ez érdekes dolog. Nem érdemes ezen az úton szerintem tovább mennünk, mert ugye először is nyugodtan mondjuk ki, hogy gloria victis, tisztelet a hősöknek, hiszen az, ami 1956-ban történt, és mindegy most, hogy provokáció volt azzal a céllal, hogy a szovjet hadsereg itt maradhasson, akkor is a magyar nemzet megmutatta azt a hősiességet, hogy még a teljesen lehetetlen helyzetben is olyan helyzetben, amikor tényleg szerintem minden normális ember tudhatta, hogy a szovjet hadsereget legyőzni nem lehet, mégis fegyvert fogtak és mégis ellenálltak ennek a szörnyű bolsevik erőnek. Ma én azt gondolom, hogy nekünk nem fegyvert kellene fognunk, hanem, ahogy az elején is mondtam, nekünk egy olyan közjogi szabadságharcot kellene vívni, amire a lehető legnagyobb szükség van, hiszen állandóan azt mondják nekünk, ugye, hogy mi egy alkotmányos állam vagyunk. De hát nincs alkotmány nélkül. Igen, hát erről van szó, van alkotmány, csak ugye ezt gyakorlatilag már 1944-től kezdve elhanyagolják. És ez azt jelenti, hogy a 46 évi egyes törvénnyel még ráadásul teljesen nevetséges módon köztársaságot vezetnek be zsarolás hatására. Majd ugye 47-ben megtörténik a kékcédulás választási család, a csalás. A kommunisták akkor teljesen átveszik a hatalmat, mert ugye előzőleg a 45-ös választásokon a kisgazdapárt nyert 57%-kal. Na most ezek azért mondom, hogy érdekes dolgok, hogy lehet-e arra alapítani, hogy ebben a mai reklámdemokráciában, amikor csak pénz határozza meg azt, hogy ki tud a választásokon megfelelő mennyiségű reklám kifizetésével nyerni, vagy legalábbis helyzetbe kerülni, hogy van-e valami más lehetőség azon kívül, hogy ugye, mert mi azt mondjuk, hogy ezt a pénzdolgot ezt el kéne felejteni, és nem reklámdemokráciára, hanem valódi részvételi demokráciára van szükség, ha már annyira akarja a magyar társadalom a demokráciát, mert én speciál nem vagyok híve ennek a demokráciának, ahol egy alkoholistának ugyanannyit ér a szavazata, mondjuk, mint egy egyetemi tanárnak. Bár a mai egyetemi tanárokról inkább ne beszéljünk, de értjük, hogy mire gondolok, ugye? Igen, Gábor, teljesen igazad van, viszont azt gondolom, hogy nehéz ezt megértetni a néppel. Nagyon le vannak az emberek butítva. Tehát a mostani rádió, televízió... De ez a feladatunk, hogy megértsük. Az a baj, hogy egyszerűen az emberek a mindennapokban élnek. Küszködnek a mindennapokért, a hetekért, a hónapokért, hogy rezsit fizessenek, hogy ne halljanak éhen. Főleg természetesen nyugdíjasok is elég komoly problémában vannak. Azok, akik dolgoznak, azok is, főleg ahol kisgyerek van, azok nem érnek rá arra, hogy például meghallgassanak. Zoli, de ezt minden alkalommal elmondod, és ezt mi értjük. Mi nem a hülyék vagyunk, hogy ezt ne értjük. Én értem, csak... Hogy vigyek egy kis humort a dologba bele, jó? Az előbb mondtad, hogy nehéz. Olyan 16 éves gyerek lehettem, egy valami maffia filmet néztünk a moziba, halálos csend, a maffia főnök belopakodik a kriptába, két társával elkezdik emelni a fedelét annak a kőkoporsónak, és majd megszakadok, de halálos csend, mire megszólal valaki, nehéz, akkor tudod, hol a munkakönyved? Na most ezt a humor csak azért dobtam be, gyerekek, hát mindegy, hogy milyen nehéz megértetni a magyar néppel az, hogy csak akkor lesz változás, ha ő végre feláll a fotelből, és nem azt fogja mondani, hogy hát most várunk a Márki-Zajra, vagy várunk a, kit mondjak hirtelen, a mindegy. Mi hazánk mozgalomra, vagy mindegy, bárkinek, egy biztos. Hanem megszervezi a magyar nép önmagát,
Mert az az alapprobléma, hogy ezt a népet teljesen atomizálták. Részekre vagyunk szabdalva. Igen, ezért nincs összetartás, nincs vezető. Tehát nincsen olyan ember, aki azt mondja, hogy na jó, akkor én ezt megteszem, megcsinálom. Mert persze, elbeszélgettünk itt egymás mellett, nagyon jó, meg sok mindenben együtt, egyetértünk. De már is cáfollak. Például volt a Magyarok Szövetségének egy nagyon karizmatikus vezetője. És ellehetetlenítették. Tehát azt kellene megérteni, hogy... Kire gondolsz? Hát a Vukics Ferire. Uh-huh. Azt kell megérteni, gyerekek, hogy nem kitenni céltáblának embereket, hát nem azt kell csinálni, hogy itt vezéreket vagy vezetőket választani, hogy azok a tüzeljenek. Nem, a vezetőkre nem. Úgy gondolok, hogy a vezetők tudják elmondani azoknak a kis társaságoknak, vagy kasztoknak, hogy miről van szó, mit kellene tenni ahhoz, hogy változás történjen az országban. Tehát nem azt mondom, hogy van egy ember, és ez kimegy az utca, mint annak idején Lenin, hogy kiment, és akkor összegyűltek az emberek, és fú, megcsinálta utána a vörösadseget. Nem így, de most csak mondtam valamit, de belemehetünk, mert tudom a történelmi részét, de mindegy, nem ez a lényeg, hanem egyszerűen sok olyan embert kellene megtanítani, vagy fölnyitni a szemét arra, akikből majd vezetők lesznek, és azok majd ezeket a kis kasztokat tudják fölnyitni a szemeket. 1956-ban hogy történt ez? Megalakultak a munkástanácsok, megalakultak Sanyi bácsi a városi tanácsok, ugye? Mindenütt megalakították az emberek a tanácsokat. Én egyébként nagyon ajánlanám a Magyar Forradalom című könyvet, amelyet egy nagyon kitűnő zsidó filozófusnő írt, és nagyon tisztességesen leírta, hogy a magyar forradalom tisztán mutatta meg annak a népi önszerveződésnek a lehetőségét, amelyet a pártos rendszerek mindig gyökerestől akarnak kiirtani. És ő összehasonlította a szovjetek működését, ugye tudjuk, hogy a szovjet az egy tanács volt eredetileg, még mielőtt ugye a nagy... Szovjetet ülünk. A nagy októberi szocialista forradalom kialakult volna, akkor már mindenütt ilyen önszerveződő tanácsok alakultak. Városon, falun, gyárakban, mindenütt. Tehát gyakorlatilag ezek a szovjetek olyan erősek voltak már, hogy Leninék csak úgy tudtak ezzel, tulajdonképpen ezzel a kialakult szovjet rendszerrel bírni, úgy tudták őket legyőzni, hogy beküldték a párt tagjaikat, a bolsevik párt tagjait, szándékosan oda küldték, hogy erőszakolja be magát egyes szovjetbe, ezek bementek, és amikor már többségben voltak, akkor kiadta Lenin a jelszót, hogy minden hatalmat a szovjeteknek. Én is kiadhatom a jelszót, persze, hogy minden hatalmat a Szent Koronának. De csak ezt akkor tudod megtenni, hogyha azokat az önszerveződéseket meg lehet csinálni. Ezért nem azt kell mondani ennek a szerencsétlen magyar népnek, hogy itt nem lehet változás soha, hanem azt kell mondani, akkor lesz változás, amikor te felállsz a fotelból, igen, és az utcakapitányságot újjászervezed, vagy abban a kerületben, ahol laksz. De ezek vezetők kellenek ehhez, Babi. Az, hogy te ezt nem tudod vezető, és elmondod. Nem, szervező emberek. Akkor szervező emberek, most ugyanarról beszélünk, csak más megszólítással. Igenis, kellenek olyan vezetők, akik ezt felmérik, és tudják, és el tudják mondani azoknak a kis csoportoknak, a környező csoportoknak, ugye, hogy Miskolcon, Győrbe, Zalaegerszegen, stb. Csak akkor működnek ezek a dolgok. Hát Orbán Viktornak zseniális volt ugye a polgári körök. Hát, zseniális. Ezt akartam mondani is. Zseniális. Aztán ez így van. Eltűntek, mert megcsinálták azt, amit meg kellett, és utána kész, vége. Na, azért mondom, hogy Gábornak ez nagyon jó, ugye a történelmi tudása is nagyszerű, tehát nagyon tisztelem őt ezért, de azt meg kell mondani tényleg az igazság, hogy igenis, ez csak így lehet. Elbeszélgethetünk mit minden héten, csak. Tehát akkor felteszem a kérdést, kedves Zoltán. Igen. Ugye én október 23-án szabadságtéren elmondtam, felhívtam mindenkit arra, hogy mielőbb ott helyben, ahol lakik, hozza létre a nemzetgyűlést előkészítő közösséget, és próbáljanak meg a nemzetgyűlésbe követet jelölni. Hiszen
a nemzetgyűlés is csak és kizárólag akkor tud felállni, nem akkor, hogyha varázsvesszővel. Szerinted ezt hány ember tette meg akkor az amelyet? Egy se. Egy se. És miért nem tette meg? Gábor, pontosan azért, amit az előbb mondtam, azért nem tették meg. Mert az nagyon jó, amit mondasz. Nem, az nem jó, amit én mondok, az egy elmélet. Csak nem tudod? Történt semmi. Bocsáss meg, amit én mondok, az egy elmélet. Ha ezt nem tudjuk átültetni a gyakorlatban, na akkor kell azt mondani, hogy gyerekek, csodálkoztok rajta, hogy nincs változás. Hát ti vagytok a bűnösök, hát miért nem szervezitek meg magatokat? Nem fogják tudni megszervezni magukat, ha nincsenek vezetők. Azért kell... Ne. Tehát te vagy az a örök negatív, akire mindenre azt mondod, hogy nem. Én, amikor a Nemzetegyesítő Mozgalomhoz odaálltam, akkor én egyetlen dologra mondtam azt, hogy nem. A nép önszerveződésére nem lehet azt mondani, hogy nem. Oké. Az, amit elmondtál... Erre a hatalmi struktúrára lehet azt mondani, hogy nem. Nem. Igen. Amit elmondtál, hány ember szerveződött? Senki nem szerveződött. De honnan tudjuk, hogy nem szerveződött? Azért nem szerveződött a téren, Gabi. Hányan sokan voltak. Na de október 23-a az, hogy emlékeim nem csalnak, tegnap előtt volt. Igen. Na honnan tudom én, hogy 23-a óta hányan szerveztek meg közül, nem tudhatom. Jó, nem tudjuk, de nagy valószínűséggel jobb is, ha nem tudjuk. Mert elmentek a kocsmára egy sörre, Gabikám. Így van. Tehát de ami szervező. És azért mondom, hogy ebben nagyon igazam van de nekem. Nem akarom ezt nagyon taglalni, hogy miért, de dióhéjban annyi, hogy igenis vezetőket kell kiállítani, olyanokat, akik tudják a de népet. De ki a jó Isten fog vezetőt kiállítani? Nem mondjuk meg a hatóságot. Vezető nélkül. De ki fog kiállítani nép, vezetőt? A nép majd saját maga azt fogja mondani, igen, hogy... Igen, önszerveződő közösség. Miért? 56-ban, bocsáss meg! 56-ban ki mondta azt, hogy alakítsatok munkástanácsokat? Gabikám, teljesen más volt az akkori helyzet, kérlek szépen. A nép teljesen kizsidikezték, tehát teljes rendben volt, hogy fölkelt a népet, tehát nem lehetett más csinálni. A vécét, mert, és most nem akarom magunkat... kaserolni kérlek szépen, de akik itt ilyen dolgokat megcsinálnak, mint amit te mondod, az a Kossuth térieknek egy részéből jönne csak ki belőlünk, Fáber Karcsiból, meg a többiből. Dehogy is. Na, Gabikám, már itt tartunk. Hogy beszélünk, évekig beszélhetjük ezt, csak történni, csak akkor fog valami, amit én elmondtam, az igen, akkor majd történni fog valami, addig nagyon jól beszélgettünk, és el is mehetünk, és beszélhetünk. De ezeket a sztereotíp mondatokat, amiket ismételgetsz, ezeket nem lehetne kirabírozni? Nekem ez majd a főszerkesztőt kiszedjük el az mondom el ebbe a mai beszélgetésből, csak... szép, hogy elbeszélgetünk, hát akkor nem beszélgessünk. Ne, beszélgessünk, mert beszélgessünk, azért ülünk ki. Válaszoljatok. Csak akkor tegyünk valamit. Válaszoljatok, mutatok egy relikviát. Igen. Nektek, meg a kamerának is. Tudjátok, hogy mi ez? Igen. 2006-ban ezzel dobálták a... Na látom. Ez ott volt a TV székház főbejáratánál. Azóta már nincs ott, mert utána nagy kockakővel lerakták. Fábri Sanyinak a műsorában valamelyik harcostársunk be akarta vinni, rá is bólintottak, de nem merték leadni a műsort. Akkor. Na, egy szóval is. Századvége nekünk... Cibakodhatunk itt ezen, de nem értelme van. Ez nem cibakodás, hanem az a kérdés, hogy akarjuk-e emelni az embereket, akarjuk-e az emberekbe azt a... Akarjuk-e az emberekbe azt beletölteni, hogy igen, barátom, neked tenni kell. Így van. Szép, nem kell kapkodni, szép lassan meg kell szervezed a saját közösségedre. Gabikán, és követeket kell küldeni, és a követeket, azokat meg kell tanítani, hogy igen, mindenütt vannak követek, és azok a követek majd szépen föl fogják építeni ezeket, és na majd akkor lesz egység. Addig nagyon szeretlek benneteket, de... Gabikám, nem akarlak megsérteni, ma olyan vagy, mint a Komcsiknál volt az Agitprop titkár. Nem ezt a korszakot éljük. De Gabi, te egy Agitprop titkár Gabi vagy, szeretjük. Gabi. De én ezt elvállalom, én a nemzet érdekében agitálok. Én nem is tagadom. Mi is elvállaljuk. Ezért lettem én is a Nemzeti Egyesítő Mozgalom tagja. Én. És léptem be a Mi Hazánk mozgalomba. Én meg ezt úgy látom, hogy legalábbis Zuglóban úgy csinálom,
hogy nyilvánvaló dolog van egy kis csoportom, aki együtt dolgozik, aki nekem segít a választáson majd dolgozni, és most is eléggé jól dolgozunk, hogy ezekből az emberekből ők tovább tudják adni, amit én elmondok nekik, amit megkapok anyagot, minden, és megvitatjuk. És ők mindig bővítik és bővítik a csoportot. És utána szerint, hogy tényleg, ha megalakulna egy ilyen nemzetgyűlési lehetőség, akkor biztos, hogy 2-3 ember már tőlünk biztos. 45 percet. Én nagyon sokszor átgondoltam már azt, hogy mi lehet az oka annak, hogy a bankárkaszt által a világra ráerőszakolt pártos rendszerek miért tudnak ilyen komoly hatással lenni az emberekre. Hát rá kellett valamire jönnöm, hogy az emberek egyszerűen a mai kor, a modern média világában mégiscsak az internetről, a rádióból, a tévéből, innen-onnan, tehát elektronikus úton tájékozódnak. Márpedig elektronikus úton tájékozódni ma nagyon veszélyes, hiszen minden igazságszerű dolgot le fognak a Facebookról előbb-utóbb szedni. Ha meg nem, akkor meg ilyen fake news gyártók még jobban meg fogják lökni, hogy nehogy ki tud választani abból a ominózus hírből véletlenül melyik az igaz, hanem még mellé tesznek 50-60-100 teljesen hamis hírt. Márpedig erre föl kell készülnünk, hiszen az arab tavaszt Líbiába a Facebookon keresztül szervezték meg. Az egyik kolléganőm, a főépítés vezető asszonyomnak a fia ebből itt egy szakdolgozatot valamelyik egyetemen. Zseniális volt. Óriási kutatásokat végzett, de azt a Facebookkal csinálták akárhány éve. Hát, és ez itt is meg lesz. Én nagyon bízom abban, hogy azért Magyarországon nem tudnak fejlődni. Megszűnik a Facebook, és egy új digitális Facebook lesz. Mindegy, tök mindegy. Azoknak a kezében van, nem a milyenkében, keresztényekében. És úgy tudsz velük kommunikálni, mintha egy valóságos helyzetben lenni. Úgyhogy ez a cél a Facebooknak. Most olvastam erről, és kaptunk el anyagot. Mindegy. Na, hát lassan. Én azt mondom mégis, hogy nem szabad kisítőnek lenni ebben a vállalkozásban. Mert ha tényleg mindenkinek van baráti köre, nincs olyan. Ha barátok tudnak és hisznek, na most akkor lehet tényleg jól dolgozni együtt. A másik dolog, hogy a Mi Hazánk mozgalom az ugyanarra már van ítélve, mint a Jobbik volt. A Toroszkai Laci által akárhányszor csinál új pártot, már nem tudom, meg fogják magukat elnevezni, de hogy nem lesznek sokáig a Mi Hazánk mozgalom sem, ez 100%, 100%-os. Mert a nagyok tönkre fogják őket nem tenni. Nem a nagyok. A Toroszkai Laci direkt azért van odatéve, hogy alkotjon egy pártot, és abban az illatban, amikor a nemzeti oldala már megerősödne, azokat az embereket gyorsan tegyük a süllyesztőbe, lehetőségük el, és azok az emberek nem tudnak szerephez jutni. És mindig ezért meg a nemzet, mert nemzet megosztó szerepe van. Mi év után nem tudtak csinálni egy olyan pártot, vagy mozgalmat, ami a mi éppen egyenrangú lett volna. Miért nem? Azért, mert a magyar politikai elit a soha nem fogja megengedni, és ez volt az 56-nak is a kiinduló pontja, és ez volt a 2006-nak is a kiinduló pontja. Ez a közös bennünk. Én azt mondom, hogy mind csalogassuk elő a nemzeti érzelmű embereket, és csapjunk le rájuk, mert akkor tud a globáció, a világ uralma összejönni Magyarországon is, mert különben a gazdasági érdek, és ha lett volna egy igazi magyar kormány,
nemzeti kormány, akkor nincs EU, nincsenek ilyen problémák, sok minden nincs, és akkor, de nincs, addig még egy igazi magyar nemzeti, amit nem engednek meg, direkt, külföldről már irányítva, úgyhogy hát a magyar politikát nem is Magyarországon csinálják, hanem azt a külföldi németek is nagyon is erővel támogatják. Hát itt a Fidesznek a problémája az EU-ben. Beszéljünk erről, miért nem csinálnak a Fideszre valamit, csak blabla. Azért, mert ott is csak két direkt megosztást csinálnak, hogy na, ha Fidesz tudja mondani. Ezt mondtam az elején, hogy összefonódások vannak, így, és ezért nem jól. Azok az emberek a nyugatnak szükségesek, akik hajlandók a nyugatot kiszolgálni. És erre mindig megvannak. Ez annyira jó végszó. Nézd, János, én azért bizok, én bizok a Toroszkai Lassziban, nem azért régóta ismerem. Együtt harcoltunk 2006-ban vele, kérlek szépen. Én maximálisan bizok a Lassziban. Én nem. Maximálisan. Én nézd, az, aki liberális volt, én megmondtam a Gabinak, amik össze is vitatkoztunk ezen, hogy tudja, hogy én nem tagadtam le soha, hogy az Orbán, ugye meg a Kövér Laci, Áder Jancsi, egy csapatban játszottunk, nem tudnám letagadni, egy tablókép, és már ott van, ne hazudj, ugye? Öt évet együtt voltunk, ismerem a gárdát, többször voltam velük civilként is, még most is. Na most a Gabi azt mondta, Gabi, ne várj a Viktortól támogatást, mert a Viktornak a mentalitása és a Fidesz mentalitása nem a magyar nemzeti mentalitás. Nekem a pártokkal van a bajom. Igen, én az elején elmondtam, ugye beszéltünk erről, hogy 56 nem a pártok mutatványa volt, hanem azoknak a munkástanácsoknak, katonatanácsoknak, vagy akár falusi tanácsoknak, amelyek szinte egyetlen egy kézmozdulattal létrejöttek. Miért jöttek létre? Mert az emberek pontosan érezték azt, hogy szükség van az önszerveződésre. Ameddig nem érzik meg az emberek Magyarországon, hogy itt önszerveződésre van szükség, addig valóban nem lesz előrelépés. Tehát, kedves nézőim, én úgy gondolom, hogy aki ezt a mai beszélgetésünket megnézte, az pontosan leszűrhette magában a tanulságot avval kapcsolatban, hogy igenis, egyértelműen arra van szükség, hogy Magyarországon a pártok helyett egy nemzeti önszerveződés alakuljon ki. Isten áldja önöket, és nagyon szépen köszönöm a beszélgető társaimnak, hogy itt egy kicsit, hogy úgy mondjam, felpezsdítettük a hangulatot, mert vita nélkül nincs semmi, mert a vita viszi előre a világot. Ezért jövünk a jövő héten is. Így van. Isten áldja önöket. Isten áldja. Isten megáldjon mindenkit. Igen.